Mire jó? A háznál sok vendég volt. A gyerekek a rossz idő miatt nem mehettek ki játszani. Kérték a nagyapót, hogy mondjon nekik valami jó játékot. Hányan vagytok? kérdezte nagyapó. Tizenketten. Nagyapó adott nekik tizenkét kis papíros szeletet. No, szólott, üljetek le sorba egymás mellé. Egyik írjon egy kérdést a papírosára, a szomszédja pedig arra a kérdésre írjon feleletet a maga papírosára. A kérdés azzal kezdődjék. Mire jó? Az írás hamar megtörtént. A gyerekek fel is olvasták. Ez volt a hat kérdés és hat felelet. Első. Mire jó az éjszaka? Arra, hogy aludjunk. Második. Mire jó a könyv? Arra, hogy olvassunk belőle. Harmadik. Mire jó a rétes? Arra, hogy megegyük. Negyedik. Mire jó a rét? Arra, hogy sétáljunk rajta. Ötödik. Mire jó a köpönyeg? Arra, hogy beletakarózzunk. Hatodik. Mire jó a cipő? Arra, hogy a lábunkra húzzuk. No, most keverjétek össze a cédulákat. Akinél kérdés van, kérdezzen. Akinél hozzá a legközelebb felelet van, az olvassa rá a feleletet. No, lett aztán sok nevetés, mikor a kérdések és feleletek így találkoztak. Első. Mire jó a rétes? Arra, hogy a lábunkra húzzuk. Második. Mire jó a könyv? Arra, hogy aludjunk. Harmadik. Mire jó a köpönyeg? Arra, hogy sétáljunk rajta. Negyedik. Mire jó az éjszaka? Arra, hogy beletakarózzunk. Ötödik. Mire jó a cipő? Arra, hogy megegyük. Hatodik. Mire jó a rét? Arra, hogy olvassunk belőle. Ahányszor másképpen álltak a gyerekek, annyiféleképpen keveredett a kérdés a felelettel, Próbáljátok meg ti is ezt a játékot, de más kérdésekkel és más feleletekkel is.